Fogjátok be a füleket, Keeper beköszön. Jó reggel, riadtám, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy teszt videó. Hoztam nekik egy csodálatos, hatalmas, borzalmasan nagy, csodálatosan őrült nagy pótot, ami 1 millió literes, és úgy gondoltam, hogy megtöltjük csodálatos műtrágyával. 1 millió liter műtrágya, és megnézzük, hogy mégis mi történik, ha 1 millió liternyi cuccot akarunk mi beletölteni egy darab pótkocsiba, és azt megpróbáljuk utána megmozdítani, és esetleg be fogjuk húzni a vonat elé, ha tudjuk persze, mert nem biztos, hogy egyáltalán tudni fogjuk, mivel olyan nehéz lesz szerintem, hogy a gumik el fogják szólni magukat ezen a pótkocsin, mert ugye ha 1 millió liter, akkor még hogyha fél kiló, ha még ha fél kiló 1 liter műtrágya, akkor is ugye ez több mint 500 tonnányi cucc lesz. Na, kezdjük meg ugye a töltését a cuccnak, és mindjárt. Töltés megkezdése. Let's do it! Csináljuk. Hát ez el fog tartani egy darabig, és úgy gondoltam, hogy addig pörgessünk bele az időbe, és várjuk meg, míg megtellik ez a tároló rekesz. Azt hittem soha nem telik meg ez a pótkocsi, gyerekek. Jobban mondva nem, hogy megtelik, hanem igazából most van félig 1 millió literrel. Mert még a hátsó szekcióban még félne 1 millió liter bármi. De úgy gondolom, hogy ezzel is bőven ki kell, hogy egyezzünk, mert így is már felnéig vannak lapulva gyakorlatilag a kerekek, és nem tudom, hogy egyáltalán meg fogja bármilyen traktor mozdítani ezt az 1 millió liternyi műtrágyát, ami úgy körülbelül shots per kb. Szerintem minimum 500 tonnányi cucc. Na, hát veselkedjünk neki a traktorral, aztán meglátjuk, hogy mi történik. Nyomok egy kövér gázt. És... igen. És nem történik semmi. Hát akkor van egy olyan sonda gyanúm. Gyerekek. Van egy olyan sonda gyanúm, hogy egy nagyobb traktor kellene hozni. Na, veselkedjünk neki. 1 millió liter műtrágya. Induljon meg. Végre mára. Gyerek, nézzük, forognak a hátsó kerekek. Gyerekek, ezek posszonnak el mindjárt ezek a kerekek. Hát meg sem mozdul. Úgyhogy akkor megint itt elfelejthetjük ezt a dolgot. Hozhatjuk a következő traktort. Hát arról beszéltem, hogy azért nem akartam igazából a hátsó szekciót megtölteni, mert a 2 millió. A 2 millió litert, azt meg főleg nem tudtuk volna megmozdítani. Gyerekek! Indulj! Nem! És nem mozdítja meg, gyerekek. Most kezdem érezni, hogy lehet, hogy egy kicsit lesz itt probléma. Hát annyit csinálunk, gyerekek, hogy leszettem a dollit, és nézzük meg a kamionokat. Hát ugye a kamionokra ugye ráterhelődik a súly, ugye hátsó kerekekre, és akkor talán nem fog elkaparni. Még szerencse szerintem, hogy ugye a gumiknak nincsen lemodellezve a tűrő képessége, mert szerintem nem hogy a gumik, gyerekek, hanem az egész, a kerekek kitörnének a játékba, vagy a valóságba ennyi, ekkora súly alatt. Hát igen, most rá akadtunk. És ahogy ráterhelődött. Gyerekek, 1 millió liter. Oké, hozzuk. Hozzuk a nagy ágyukat, hozzuk a modolt kamionokat, a legnagyobb kamionokat, amiket lehet. Kezdek aggódni, gondolom ti is. A hettel megpróbáljuk, ugye itt már 3 sor kerék van hátul, a trailer alatt. Talán egy icipicivel. Igazából nem is a tapadással van baj, mert láttátok, hogy a Lizarddal is inkább az volt a baj, hogy egyszerűen az a 600 néhány lóerő, az kevés neki bizonyult. Ahhoz, hogy 1 millió liternyi
cuccot megmozdítson. Ó. Gyerekek, nézzétek a tengelyig lapút gumikat. És nem, és semmi, gyerekek. Van egy olyan érzésem, hogy ez... Gyerekek, van egy olyan érzésem, hogy ez nem mozog. Egy 2000 lóerős. Egy 2000 lóerős Peterbilt. Hát... Ha ez a 2000 lóerős Peterbilt nem mozdítja meg, akkor igazából elfelejthetjük az egészet. Gyerekek! Gyerekek! Azt a betya! Úgy. Irány, próbáljuk meg. Kicsit... Ó, gyerekek! Ah. Az a baj, ilyenkor szinte teljesen elveszik a tapadásunk, ugye? Próbáljuk meg kihúzni. Teljesen megpróbálok az aszfalton lenni. És előre nem bírjuk megmozdítani, én azt mondom nektek. Na, hoztam magammal egy segítőt. Csá! Na, szevasz! Banános Joe! Megtok! Szevasztok! Mert egyelőre nem nagyon sikerül megmozdítani ezt a trénert. Ezért meg kéne próbálni kettővel. Hát... Kaparás az már megy. Opa, hopp, ezt ledobta. Na. Azaz. Na, akkor húzhatjuk? Aha. Jézus Mária. Le vannak csavarod azok a kerekek arra, vagy? Nem tudom, de nézzek, felléig a hátsó kerekek benn vannak az aszfaltba. Azt a... Hát ez nem. Hát... Ez kicsit kevés, úgy nézem. Ez kevés. Várj egy kicsit, pillanat. Tudom. Vagy esetleg hátulról megtolod azzal a döggel. Azt esetleg. Ez bajon működni, de ez rendesen felemelkedik az eleje. Hát... Hoppa, jó. Való erő. Jó, föltettem. Föltettem a sí... izére. Lóerő az van, az biztos. Az igen. 2000 lóerő felemeli az elejét a kamionnak. Ide a sírig el kéne vonszolni. Egy kicsit... Gondolod, hogy így menni fog? Először mondom, ma izé a... Talán a... 2 millió köbmétert rakok bele, de... Úgy látom, sok lett az egy is. Aha. Mozdul ez? De nem tudom, én tolom. Most már. Meg sem mozdul. Várjál, majd neki jönnek lendületből. Nem nagyon akar mozogni. Jól lebetonoztad oda. Le vannak engedve a gumik csutkára. Na! Ez az! Na, hopp, 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 hopp. Megindult! Megindult keresztbe a kamion fölemelve. Oh, egy van. Métert, 2 métert. Hát más felett ment. Visszafogok, mert közben keresztbe állt a kamion. Még pillanat. Egyszer, pillanat. Még egyszer. Na. 1, 2, 3. Megyek csak lendületből. Ez az! Megbozdult, jó van! Ez az! Gász neki! Ó, te fiú! Megállt? Megállt a tudomány! Ez az! Szágoldunk bele, szágoldunk! Állj, stopp! Fék! Most okay. Meg nem áll meg! Na, most kell a vonat! Vigyázz, jövök! Látlak! Na, mi lesz ebből? Ojjjjj. Hopp, hopp. Hát ez... Hát... Nem igazán nem, volt akadály. Nem volt akadály. Ugye, mint az üres pótot.